Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj, én Bors Rihárd vagyok. Véget ért a 30. Fehova kiállítás, amelyen a Nimród vadász újság is saját standdal vett részt. Számunkra ez a rendezvény mindig egy kiváló lehetőség az olvasókkal, vagy a Róka Máj esetében a hallgatókkal való találkozásra, eszmecserére. Idén is több érdekességgel készültünk, a többi között elhoztuk a Nimród 111 fotókiállítást, egykori főszerkesztők Csekő Sándor utolsó gímszarvas trófeáját, komoly kisszékei, dálmagancsokat, újonnan megjelent könyveket és szerzőiket, valamint a színpadon a Nimród Forum extra kiadásában a hangtompítókat és az élátokat veséztük ki. Ez a Róka Máj ezúttal rendhagyó lesz, mert a párbeszéd helyett több kiállítónk vagy a rendezvény kapcsán ismert személynek tettük fel az alábbi kérdést, hogyan értékelik az idei Fehovát. Szilágyi Balázs, Hungexpo kiállítási igazgató. Én úgy gondolom, hogy az idei 30. Fehova az nem csak a mi részünkről, hanem a kiállítók részéről is egy óriási teljesítmény volt, hiszen itt körbejárva 4 nap alatt a standokat, azért mindenki oda tette magát, és gyönyörű standok vannak, nagyon szép, nagyon szuper új termékeket, szolgáltatásokat hozott mindenki, de emellett azt látom, hogy amivel mi készültünk, a trófea bemutatók, színpadi programok, a dioráma, az is óriási, óriási sikernek örvend. Úgyhogy én most így vasárnap délben azt mondanám, hogy egy sikeres Fehovát fogunk zárni, és köszönjük ehhez mind a látogatók, mind a kiállítóknak a munkáját. Hídvégi Béla Vaderbödíjas, világvadász, vadászíró. Én úgy gondoltam, hogy ebben a mai világban kevesebben lesznek a Fehován, kisebb lesz az érdeklődés, gondoltuk, hogy nem is fogunk részt venni, mert nem fogja megérni nekünk. Rengeteg komoly pénzbe kerül egy ilyen standnak a fenntartása és megvásárlása, de, vagy bérlése, de kellemesen csalódtam, mert ilyen még velünk nem történt, hogy pénteken csúcsforgalmunk volt az új könyvemből, a Volt egy málmom című könyvemből, és szombati nap. Nem tudtam megmozdulni, annyian voltak, nem lehetett megmozdulni. Nem tudom, hogy hány látogató lesz, vagy volt, vagy lesz, de biztos egy komoly számba tudjuk majd tartani, és a tegnap este a aukciónk is nagy sikerrel fejeződött be, és 7,5 millió forintot sikerült árulnunk, vagy aukción értékesítettünk. Ez mind jótékonysági célra, mind vadvédelemre fogjuk költeni Afrikába, Magyarországon, ösztöndíjra, Afrikában, mély projektunkra, és a kezd helyen pedig bővítésre fog szolgálni. Gercsák János, Blazer Group ügyvezető. Számunkra nagyon sikeres volt az idei Fehova. A múlt héten Dortmundban bemutatott újdonságokat sikerült a magyar közönség részére elhozni. Csak pozitív visszajelzés volt a végfelhasználók részéről, mindenki kézbe vehette ezeket a termékeket, és csak szuperlatívuszokban beszéltek róluk. Sauer 505, Mauser M18 fatussal, belenyúlós tussal, normál tuss kialakítással, új Blazer céltávcsövet hoztunk a kiállításra, és a Blazer stand fő témája a Blazer Silence modell volt, és a 8,55-ös Blazer kaliber. Dénes Rita, a Dénes Natur műhely tulajdonosa. Nagyon jól sikerült az idei Fehova, szerintem elmondhatjuk, jobban, mint az elmúlt pár évben, és azt gondolom, hogy leginkább azért, mert volt egy nagyon jó húzó kiadványunk Széchenyi Zsigmond új könyve. Kisbé Zoltán, Hunor vadászbolt. Szitka ruházattal vagyunk itt, mint ahogy a szlogenünket is látjátok, több mint ruházat, profitás a vadászatban. Én magam konzervatív módon öltözök, de a kényelem rávitt a Szitkára. Blaumann Ödön, vadfotós. Üdvözlöm a hallgatókat,
ez a 30. Fehova, én 16 éve vagyok itt a Fehován. Az idén jöttem csak könyvekkel, a két könyvemmel, a Gimszarvassal és az Őzzel. Fehovát jónak értékeltem, sok látogató volt, vitték a könyveimet is, úgyhogy jövőre is itt leszek a következő könyvemmel. Grivek Dániel, agrárújságíró. Lassan 10 éve veszünk részt ugye a Fehova kiállításon, és azt azért mindenképpen látom, hogy az igazi megújulásra lenne egy picit szükség. Adott esetben például mire gondolok, itt a vadászati világkiállításon is volt egy ilyen startupos blokk, egy vadgazdálkodási innovációkat bemutató rész. Én el tudnám képzelni azt, hogy a Fehovára is minden évben behozzuk ezeket az újító megoldásokat. Gondolhatunk itt például ugye a drón technológiánál, drónos vadfelderítésre, ami egy abszolút újdonság, vagy üdítő kiállító itt az idei 2024-es Fehován, ugye a vadcsapda figyelőrendszer bemutató fiatalok, mint egyfajta ilyen vadgazdálkodási startup, tehát ők itt is vannak. El tudnám képzelni, hogy lenne egy olyan standrész, ahol akár meghívás alapján 3, 4, 5, 6, akár pályázati vagy meghívási alapon ilyen vállalkozás bekerülhetne a Fehovára. Ez szerintem mindenképp például egy ilyen üdítő újdonság lenne. Borosz Zoltán, természetfestő. Szerintem kevesebb látogató van. Az érdeklődés a vadászati, természeti, festészeti dolgok iránt is kevesebb. Bízom benne, hogy az a jövőben változni fog. Kecskés Róbert, Jape Vadász Kft. Értékesítési tanácsadó. Nagyon örülök, hogy kérdezted ezt az értékelést. Én azt gondolom, hogy szakmailag mindenképpen nagyon sokat fejlődtünk, nagyon sok kollégával találkoztam az elmúlt időszakban, és nagyon fontos ez a rendezvény számunkra, hogy a szakmával is tarthassuk a kapcsolatot. Őrhalmi Csaba, vadhívás szakértő. Hát az idei Fehova számomra nagyon érdekes volt, mert egyrészt kürtöltem is, másik oldalról nagyon sok olyan emberrel találkoztam, akik nem vadászok voltak. Érdekelték a különféle hangok, gyerekek választottak sípokat, külön kértek, és én úgy gondolom, hogy ez ilyen szempontból nekem is nagyon hasznos volt, mert imádom ezt az egész dolgot így. Ifjabb Támba Miklós, a Nativus vadhús feldolgozó tulajdonosa. Elég mozgalmas volt a mögöttünk álló időszak, meglepetés is volt egyébként a tavalyi évhez képest, én azt gondolom sokkal jobban sikerült. Hoztunk azért újdonságokat is, itt aminek a legnagyobb sikere volt ez az egészben érlelt, szárított dámszarvas combsonka volt. Ugye sokan megkóstolták, felhívta az embereknek a figyelmét arra, hogy a vadhúsból milyen termékeket is lehet gyártani. Én azt gondolom a sikerünknek a kulcsa az elsősorban a termékeinknek a minősége, másodszorban pedig az, hogy próbáljuk ezt a fajta termékkategóriát közelebb hozni az átlagfogyasztókhoz is. Kőhalmi Tamás, festőművész, egyetemi docens. A Fehovára mindig jó eljönni. Emberekkel találkozik, a jó barátokkal találkozik a művész, és meg tudja mutatni, amit egész évben készített. A Fehovának egy-két olyan dolog van, amin talán emberként, kiállítóként változtatnék. 30 év alatt elkészülhetett volna a parkoló, és talán az ide vezető úton is kényelmesebb lenne bejönni, hogyha nem két sáv lenne. Móroc Róbert, Inuit vadászruházat tulajdonosa. Meg vagyunk elégedve a forgalommal valójában. Kicsit a látogató szám szerintem kevesebb volt az elmúlt évekhez képest. Reméljük, nem veszítünk ezáltal a vásárlókból. Igazából próbálunk egy kicsit új termékeket hozni, árainkat úgy alakítani, hogy megfelelő legyen. Bizakodunk, jövünk, itt leszünk, csináljuk, és mindenkit szeretettel várunk.
Corny Stein, a CM Pro Safaris dél-afrikai vadásztató cég tulajdonosa. Yeah, so we have been here a couple of years now at Fehova, and it's been really good to us. This year has been excellent, extremely good, and we're looking forward to get some more hunters from the Hungarian country, and thank you so much. Minden évben itt vagyunk a Fehován. Az idei év kimagaslóan sikeres és jó volt számunkra, és várunk további vadászokat, további vendégeket, és köszönjük a Magyarországnak és a magyar vadászoknak. Nagy Csaba, a vadászkamara kürtegyüttes vezetője. A kürtös szempontból értékelném a Fehovát. Számunkra nagyon kellemes meglepetések is találhatóak voltak. Ugye a külföldi székely magyar kürtegyüttes újonnan csatlakozott itt a résztvevőkhöz, és nem is eredménytelenül, mert hiszen az egyik kislány, aki velük gyakorol, meg rögtön első díjat hozta el a versenyen, úgyhogy ez nagyon örömteli számunkra. De a régi ismerősök is mind itt voltak, és találkoztunk egymással, úgyhogy nagyon, nagyon jól éreztük magunkat. Kovács Gergely, XR kutató, innovációs menedzser a Védelmi és Innovációs Kutatóintézetből. Hát egy nagyon szuper napunk van, azt kell, hogy mondjam így az első nap után. Én azt látom, hogy mi itt a VR standon vagyunk kint a Fehován, és a fiatalok, de nem csak a fiatalok, hanem az idősebbek is kipróbálják a mi eszközeinket, játékainkat. Most mondjuk azt, hogy játék, de hivatalosan egyébként a VR, virtuális valóságot kiképzésekhez használjuk. Mi egy teszttel vagyunk kint, és azt vizsgáljuk, hogy egy ilyen VR szemüveggel hogyan lehet bármilyen tudást átadni egy fiatalnak, vagy egy leendő felnőttnek, hogy veszik ezeket az akadályokat. Itt, amit most nálunk csinálni kell, kapnak egy blázer fegyvert, ezt meg kell tölteniük, és részt vehetnek egy virtuális vadászaton Afrikába vagy az Empini hegységbe. Gyakorlatilag folyamatosan sorunk van, és én azt látom, hogy akik itt sorba állnak és talán játszanak a VR eszközökön, nagyon szeretik, és nagyon pozitív visszacsatolást kapunk. Paller Attila, Vadászutak Kft. Tulajdonosa. Négy nap nagyon eredményes volt, nem unatkoztunk. Reggelente egy kicsit nehezebben indult be, de 10-11 órától gyakorlatilag még a tegnapi nap is este 6-kor is még tárgyaltunk, úgyhogy nagy volt az érdeklődés. Sok új vendéggel találkozhattunk, akiket eddig nem sikerült úgymond a vendégeink között tudni, úgyhogy a repertoárból pedig, amit mi kínálunk a vendégeink számára, Afrika volt abszolút a top, de a kiállított trófeák is bevonzották az érdeklődést, tehát így a kazasztáni mara, kőszerékecske vadászatok, bivajvadászatok, illetve a spanyol vadászatok is vitték a prímet. Weigl Norbert, Weigl vadász volt, cégvezető. Várakozáson felül volt az idei Fehova, ha bár kevesebb látogató volt, és mi úgy vettük észre, hogy kevesebb kiállító is vett részt az idei Fehován, de mi nem panaszkodhatunk, bemutattuk az új Jakele J1-es fegyvereket, nagy érdeklődés volt rá, illetve magyar gyártmányú Taciturn hangtompítókat, hála Istennek, azt mondom, hogy erre is nagy érdeklődés volt, illetve itt az új VB Shooting Centerünk lőmoziának egy demo változatát is bemutattunk a Fehova kiállításon, nagy érdeklődés volt rá, várunk mindenkit szeretettel. Víg Imre, namibiai vadászat szervező. Hát lassan ugye lezárul a Fehova is, összegzünk. Összességében jól sikerült, kicsit hullámzó volt a vevőkör, de meglepő eredményeket sikerült elérnünk Kafferbivajba, és a namibiai szafarik is nagyon szépen. Vágvölgyi Bence, a Reflex vadász volt képviselője. A Fehova szerintünk a magyar vadásztársadalom számára egy igen fontos fórum. Ezt igazából a vendégek is és a kiállítók is várják, és el is várják egymástól, hogy megjelenjenek. Tehát ugyanúgy a vadászok is elvárják a kiállítóktól, hogy évről évre megmutassák az újdonságokat, és mi kiállítók is
idézőjesen elvárjuk a vadásztársadalom tagjaitól, hogy eljöjjenek megnézni mindazt, ami történt vagy történhet majd ezen a piacon, mert így tudjuk egymást segíteni. Az idei év egy picit halványabban sikerült, mi úgy értékeljük, hogy picit kevesebb vagy vendég volt, mint az elmúlt évben. Nálunk személy szerint, vagy a boltban, vagy a bolt standján kifejezetten jó forgalom volt. Nos, amikor ez a podcast készül, még nem tudjuk a Fehova látogatási adatait. Annyi bizonyos, hogy a kiállítók többsége egyetértett abban, hogy a rendezvény meghatározó a magyar vadászok közössége szempontjából. A Nimrod részéről azt biztosra mondhatom, hogy a jövőben újra találkozunk a Hung Expo csarnokaiban. Minden jót mindenkinek!